Zene, cirkuszművészet és irodalmi műsor kap helyett mai adásunkban. Köszöntöm Önöket! Ellátogatunk a Zeneiskola tavaszi hangversenyére, a Félúton Fesztiválra és Radnóti Miklós nyomába eredünk a Versvándor segítségével. Olvasnivalót és sok programot is ajánlunk. Tartsanak velünk! Bűvész mutatványok, klasszikus cirkuszi produkciók, artista számok szórakoztatták a családok apraját, nagyját. A harmadik Félúton Fesztivál keretében egy látványos előadást tekinthetett meg a helyi publikum. Szia, Fruzsi Bohóc! Jöttél a gyerekekkel játszani? Szuper! Klasszikus cirkuszi hangulattal, szórakoztató mutatványokkal is találkozhattak mindazok, akik ellátogattak a harmadik Félúton Fesztiválra, a Hírling József Lovas Parkba. A társulat tagjai egy hosszú évtizedekre visszanyúló családi hagyományt örökítenek tovább műsorukkal. Mi egy varieté jellegű előadás vagyunk, tehát nincsenek állataink, hagyományos artista produkciókból épülünk fel, kicsit rövidített műsorral szerepeltünk ugye a mai napon, normál esetben nekünk egy másfél órás előadásunk van, ezzel vegyesen megyünk mindenféle helyszínre, tehát ez egészen a 700 lakosú településektől a 30 ezer fős nagyvárosokig, a budapesti Baross Imre Artista Képzés a Táncművészeti Gimnázium diákjai járnak hozzánk szerepelni. Én artista családból, vagyis cirkuszos családból származom. Nekem nagyon-nagyon régre visszamenőleg cirkuszosok az őseim, nagyszüleim, mindenki. És akkor igazából a férjemmel, ahogy összeházasodtam, én úgy döntöttem, hogy én szeretném ezt továbbvinni. Egy pár évig nem szerepeltünk, születtek gyerekeim, akkor egy kis pihenő volt, és akkor egy 3-4 éve megint tartunk előadásokat, mert ebből nem lehet szabadulni, ebből a világból. Nekem ez nagyon fontos, tehát egyrészt nálunk ugye tényleg ez egy tradíció, a szülők is szeretik látni, és nekem is nagyon fontos az, hogy tényleg, hogyha megnézem a régi képeimet, ami az nagy szüleim meg tényleg nagyon messzi felmenők vannak, és már ők is ugyanezt csináltak, és hogy én ezt vihetem tovább. Remélem, hogy a gyerekeim is tovább fogják vinni. Kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsoltak Alexander bűvész mutatványai. Mint mondja, nem akárkitől tanulhatta meg a szakma alapjait. Én nagyon későn kezdtem el bűvészkedni, 18 éves voltam. Amikor elkezdtem, egy illetőt megláttam, hogy egy kis pácával bűvészkedik, nagyon megtetszett, és megkérdeztem tőle, hogy nem-e volna kedve engem tanítani. Tanított is egy fél évig, és fél év után azt mondta, hogy sajnos nincs rám ideje, de viszont tett nekem egy olyan szívességet, hogy én kecskeméti lakosú vagyok, tehát én ott nevelkedtem. Beütetett az autójába, és felbitt Pestre, és bemutatott a világon elismert Rodolfónak. És hát ugye hazamentem utána, és akkor mondtam anyukámnak, anyukám, én Pestre akarok menni, ott vállaltam munkát, és mellette bűvészkedtem, és a híres Rodolfótól 3 évig volt a tanítómesterem. Próbálkoztam nagyon sokszor tőle levizsgázni, amit mindig azt mondta, hogy fiam, nagyon jó, de tanuljak még. Tehát ő nagyon ott volt a szeren, tehát nem úgy adta az engedélyeket, hogy mire. És akkor sajnos ő már meghalt, és akkor az Ötvös Gabi bácsinál, másik híres bohócnál, ő lett a vizsgabiztos, és őnála sikerült levizsgáznom. Én a tűz, golyó, kendő, kártya, tehát én ezeket a csattogós, mit tudom én, milyen trükköket, illúziót, elismerem az illúziót is, de én nem szeretem. Tehát nekem Rodolfo mindig azt mondta, hogy olyan trükköket kell csinálnom, bemutatnom, amiket én, a ring tudásom szükséges rá. Minden álmom volt, hogy bohóc lehessek gyermekkoromban, és akkor találtam ezt a társulatot, egy igazi család lettünk, szeretik a gyerekek is nagyon, és akkor így ezt csinálom azóta. Szeretik, mindig odajönnek a színpad elé, táncolnak,
mosolyognak, tetszik nekik az egész műsorunk. Én 3 évesen kezdtem el a tornát, és akkor így beleszerettem így a cirkuszvilágába. Nem tudom, így szeretem kifejezni magamat a mozdulatokkal. Milyen érzés a színpadon állni, gyerekeknek, felnőtteknek bemutatni ezt a tudást, amit birtokolsz? Hát egy külön katarzis érzés, olyan fenomálás, nem tudom, egy ilyen hétköznapi ember nem tudja ezt, milyen érzés. Csak aki a színpadon áll, vagy hasonló dolgokkal foglalkozik. Egymás után csendültek fel a szebbnél szebb darabok, tavaszi hangversenyt tartottak a kiskunhalasi alapfokú művészeti iskolában, változatos repertoárt hallgathatott végig a közönség. Nagy tavaszi növendékhangversenyt tartottak a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában. Változatos zeneszámokkal mutatták be tudásukat az intézmény növendékei. Ez egy tavaszi hangverseny, ahol az idősebb növendékei képviseltetik magukat. Mindenféle hangszercsoportot hallhatunk ma, például a billentyűsöktől, a vonósoktól kezdve a fúvósokig mindenki képviselteti magát. És a repertoár is elég választékos, mert a kortárs művektől a klasszikai igazából mindent hallhat majd most a kedves közönségünk. A fellépők olyan zeneszámokat adtak elő, melyek közel állnak hozzájuk, és mindegyik produkciót szorgalmas felkészülés előzte meg. Ez egy elég hosszú folyamat, először is ugye meg kell állapítani, hogy az adott növendéknek a tudásában mi fér bele, milyen stílusú darabot szeret játszani, mi élik hozzá az egyéniségéhez a legjobban, és akkor minden tanár egyénileg szépen hosszú idő alatt felkészíti a saját növendékét erre a következő feladatra, amikor ugye kiállhatunk és szerepelhetünk a közönség előtt. Nem csak arról szól ugye ez a zenélés, hogy akkor azt játssza a növendék, amit én kiválasztok neki, és hogy akkor ez most kötelező, hanem azt is figyelembe veszük, hogy ő mit szeretne játszani, illetve az ő egyeniségéhez mi áll közelebb, mi az, ami jól áll neki. Hudák Zétény a mesék világát idézte fel trombita számával. Egy nagyon gyors számmal, aminek az a neve, hogy Sorcerer's Apprentice, és egy Disney meséből van. Nekem nagyon tetszik, meg szeretem, mert én szeretem az ilyen pattogós számokat, meg a lassúkat nem annyira szeretem. Azért ezt a hangszert választottam, mert amikor Árpi bácsinál furuljáltam, akkor ő egy trombita tanár volt igazából, és nagyon tetszett a trombita, hogy ahogy játszott, és tehát ezt választottam azért. Bányai Anna egy zongoradarabban lépett fel a koncerten. Zongorázom, és Orbán Györgytől az esti harangszóval. Mennyi gyakoroltál, ez nehéz darabnak számít? Hát igen, de nekem
gyorsan megvolt, és szeretem. Meg könnyű darab volt. Mennyire szereted az ilyen fellépéseket? Hát nagyon szoktam izgulni, sokszor szeretem, néha nem, de legtöbbször jó. A bátyáim is zongoráztak, és meg az volt otthon. És a zongora mindig is tetszett nekem. Gondolom sokszor zongorázol, akár otthon is leülsz és zenélsz. Igen, igen. Gondolkoztam azon, hogy zongoraművész leszek. Hát egy 10 évig szeretném csinálni. A koncertek sorozatának még nincs vége a zeneiskolában, hiszen minden tanszak növendékei bemutatkoznak ezekben a hetekben. Még vissza van jó pár kollégának, a többek között az enyémnek is a koncertje, úgyhogy ez még májusig el fog tartani, május elejéig. Irodalommal emlékeztek a történelem egyik kegyetlen időszakára. Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. E napon a kiskunhalasi zsidó hitközség diákokat hívott meg a közösségek házába. Tóth Péter, Lóránt, Versvándor 3 előadást tartott egymást követően Radnótiról és az erőltetett menetről. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt. Remény és szenvedés, utazás Radnóti nyomában. Tóth Péter Lóránt, vagyis a Versvándor segítségével lélekben a kiskunhalasi diákközönség is végigjárhatta azt a bizonyos 1944-es erőltetett menetet. A kiskunhalasi zsidó hitközség szervezte az előadást a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja kapcsán. Mindig arról beszélünk, hogy a holokausztról beszélnünk kell, bármennyire nehéz és bármennyire könnyeket csal az ember szemébe és szívébe, de akkor is beszélni kell. És mindig arról beszélünk, hogy mennyire fontos az utánunk következő generációnak az edukálása a témában, az érzékenyítése, divatos mai szóval kifejezve. És feltétlenül arra gondoltam, hogy Radnóti örök. Radnótit hallgatni, Radnótit olvasni, Radnótit tanulni mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos. Látod-e estelenik? És a szöges dróttal beszegett vad töltkerítés, barak oly levegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Tóth Péter Lóránt 2019-ben maga is gyalogosan végigjárta vers zarándoklatként a szerbiai Bortól Abdáig tartó 850 kilométeres utat, és előadásaival emlékezik a tragikus sorsú költőre és az ártatlanul elhurcolt munkaszolgálatosokra. Nagyon fontosnak találom azt, hogy a diákok, minél több diákhoz eljutassuk Radnóti Miklós és a 3200 bori munkaszolgálatosnak a történetét. Itthon vagyok. És a néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. És tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyom.
a házfalakról csurgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, és nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Azt gondolom, hogy Radnóti Miklós élete egy fantasztikus példa arra, hogy az ember mennyire kell, hogy ott legyen az akaraterő, hogy élje és végigélje az életet, és hogy ne másokon keresztül áttaposva tegye ezt meg. Radnóti Miklós szerénységére, csendességére, és nem meldöngető hazaszeretetére óriási szüksége van ennek a mai országnak, emléknapon vagy emlékéveken innen és túl is. Az előadások elgondolkodtatnak, a közönség szívéig, lelkéig hatolnak. Láttam a szemem előtt az emberek, ahogy térdelnek egy gödör előtt. Hallottam, ahogy mozognak az emberek, a léptek, a puskadőrenések, és ijesztő, de egyben mégis érdekes, hogy egy ember mennyire tudja megszabni a saját határait, és hogyha ezt eldönti fejben, akkor mennyire is tudja magát egy új határa megszabni, és ezt hogy tudja megszakítani, és tovább menni. Ilyen szempontban nekem Radnóti Miklós egy nagyon-nagyon egyedi személy lett még jobban. Nagyon örülök ennek, hogy ezt én meghallgathattam, és még több ennyi hasznos információt megtudhattam róla, amivel teljes mértékben érte a célját ez az előadás. Azt hiszem, hogy hat ez a történet, de hát ebben nincs mit csodálkozni, mert hogy ez egy ilyen történet. Tehát van ez a Radnóti Miklós, egy alig 30 éves fiatalember, aki a háború legnagyobb poklába gyalog, elindul haza, pontosabban elkezdik terelni őket erőltetett menetbe, és ez a fiatalember ez semmi más nem akar, mint hazamenni, hazajutni a feleségéhez, és új életet kezdeni, és ahhoz, hogy túléljen, ő ez belenyúl, vagy oda nyúl a versekhez, a művészethez, és azt hiszem, hogy onnan próbál meg erőt meríteni, és ez nekünk ma példa lehet 80 év után, hogy odaforduljunk mi is a versekhez, a költészethez, a művészethez, mert a művészet alapvetőleg azt hiszem, hogy majd divatos már a szó, hogy érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésére alkalmas, és azt hiszem, hogy ezt minél több városban és településen el kell mondanunk a diákoknak és a felnőtteknek. Ringas, emlékkel teli föld, takarj be, védj, villámmal teli ég, emelj fel, emlék. Lélek vagyok, élni szeretnék. Maradunk még az irodalomnál. Könnyed olvasmánynak a legkevésbé sem nevezhetjük Albert Camus Közöny című könyvét. Mégis ez a kötet volt nagy hatással Tandari Tímeára, a Sziládi Gimnázium diákjára, aki most a lapozgatóban árulja el, miért érdemes elolvasni ezt a sötét, elgondolkodtató történetet. Én Albert Camus-től hoztam a Közöny, vagy másik fordításban az Idegen című könyvet. Igazából a mű már az elején egy erős jelenettel kezdődik. Azt mondja Merszolt, a főszereplő, hogy ma halt meg anyám. És számomra az ő karaktere nagyon érdekes volt, hiszen az élet abszurditását fedezi fel, illetve fogadja el, és nagyon meghökkentő, hogy mennyire nem törődöm tud lenni. És a mű első felében már megismerjük a hétköznapjait, az életfilozófiáját, majd a második részben, ott miután megölt egy embert, megláthatjuk a tárgyalásait, illetve az egész hozzáállását
ahhoz, amit ítéletet kapott. És igazából ezt mindenkinek ajánlanám, mert szerintem egy nagyon nagy klasszikus, illetve rövid is, viszont annál mélyebb mondani valója van, de legfőképp azoknak tetszene, akik szeretik a filozófiát, vagy esetleg a viselkedések tanulmányozását. Én akkor találtam meg ezt a könyvet, amikor így elkezdtem érdeklődni a filozófia iránt, és ugye az abszurdizmusnak nagy képviselője Camus, és mivel franciát tanulok, így az is érdekes volt. Engem azt fogott meg leginkább, hogy mennyire nem törődöm az egész karaktere, és hogy mindenki, minden szereplő hogy viszonyul hozzá. És igazából mindenkire jellemző ez, hogy teljesen mindegy minden, mert úgyis meghalunk. Nekem a felfogásomon igazából annyiban változtatott ez a könyv, hogy igazából igazat adok a műnek, hogy minden mindegy, viszont meg kell ragadni a pillanatokban. Egy lényeget saját magunknak kell formálni. Egy különleges kiállítás itt a Közösségek Házában, koncertek, úti beszámoló és előadások szerepelnek az elkövetkező időszak halasi program kínálatában. De lesz lovas majál is, városnapi nyárindító főtérparti, többek között bikini koncerttel, valamint a Nemzetközi Csipkefesztivál, melynek Olaszország a díszvendége. Igazi program dömping jön, így lesz miből válogatni. A kínálatból programajánló rovatunkban adunk egy kis ízelítőt. Lélekketrec, eladott álmok címmel rendhagyó, interaktív kiállítás várja az érdeklődőket a Halasi Közösségek Házában. A kiállítás ingyenesen látogatható május 2-áig, hétköznaponként 8 és 13 óra között óránként. Halasról szól a harmonika. Harmonika kiállítás és koncert helyszíne lesz a Tiszti Klub április 20-án. A harmonikások Halas főterén is koncertet adnak, szombaton 11 órakor, így bárki részese lehet a nem mindennapi zenei élménynek. Fergeteges Western Show-t ígér a Studio 2000 TSE táncgálája. A program április 20-án 19 órakor kezdődik, helyszín a Kossuth utcai Dékáni sportcsarnok. Sose halok meg? Ezzel a címmel tart előadást Koltai Róbert Kiskunhalason április 25-én csütörtökön 18 órai kezdettel a Filmszínházban. A népszerű színművésszel Gál Ildikó rendező beszélget, versek, énekek, sztorik és paródiák szerepelnek az est programjában. A belépőkről többek között a Közösségek Házában lehet érdeklődni. Utazás Dél-Amerikába. Egy feledhetetlen családi utazásról hallhatnak élménybeszámolót az érdeklődők a Martonosi Pál Városi Könyvtárban. A program április 26-án 17 órakor kezdődik. Lebb meg anyukádat egy saját kezűleg készített ajándékkal. Hívja fel a gyerekek figyelmét a Városi Könyvtár, ahol anyák napi kézműveskedés lesz. A program április 27-én szombaton 10-től 12 óráig tart. Emlékezés Péter Dénes íróra, polihisztorra. A Pásztortűz Egyesület és a Gózon István Irodalmi Kör programja április 27-én 10 órakor kezdődik a Városi Könyvtárban. Május 1-én lovas maján is lesz a Hírling József Lovas Parkban. Egész nap lovas versenyek és bemutatók lesznek, illetve családi és gyermekprogramok. Például mini állatkert és népi játszóház is szerepel a kínálatban, de fellép Pintér Tibor a Nemzeti Lovas Színház tagja is. Halasra érkeznek a kicsik kedvencei, Bogyó és Babóca báb kiállítás várja az érdeklődőket a Csetényi Élménypark fogadóépületében. A bájos mesevilágot május 1-e és 18-a között tekinthetik meg az érdeklődők, 18-án az írónővel, Bartos Erikkával is találkozhatnak a látogatók. Május 3-án és 4-én lesz a városnapi nyárindító főtérparti. Az esemény két napján egymást érik majd a koncertek Halas főterén. A gyerekeket például Kalapjakab várja, a főtérparti kiemelt fellépője a bikini együttes lesz. Május 4-én 21 órától kezdődik a koncertjük. Május 3-án 16 órakor nyílik meg a Nemzetközi Csipke kiállítás, melynek Olaszország a díszvendége. Az eseményen bemutatják Rivnák Tünde divattervező Halasi csipkével díszített legújabb kollekcióját.
Május 4-én csipkekészítési bemutató és Erdei T. Lilla csipkeszakértő előadása várja az érdeklődőket. Műsorunk zárásaként még visszamegyünk a cirkuszok, illúziók világába, és mutatunk egy részletet Alexander Bűvész műsorából. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Yeah.